Köszöntöm a 60 Televízió nézőit, a mai kommentárban Horváth Richárd polgármester úr a vendégem, akivel a várost érintő legfontosabb kérdésekről fogunk beszélgetni. Jó estét kívánok, polgármester úr! Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a nézőket! Volt egy testületi ülés, ahol született arról döntés, hogy ismét lesz őszi terményosztás a városban. Mi ennek a háttere, mit lehet róla tudni, és ki kikényelhetik, hány forintért, és milyen terményekről van szó? Az elmúlt időszakban is segítettük a 60-iakat, például ezzel a terményosztással is, és nagyon sokan is éltek vele. Az elmúlt években a Covid ezt nem tette lehetővé, tehát a szabályok azok nem tették lehetővé, hogy legyen terményosztás. Most viszont igen, és azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség lesz erre a következő időszakban. Változatlan áron 500 forintért juthatnak hozzá ehhez a terménycsomaghoz a 60-iak. A kisgyermek, illetve a gyermekes családok, tehát a gyermeket nevelő családok, a nyugdíjasok és a szociális ellátásban részesülők vehetik igénybe ezt a szolgáltatást, ugyanúgy, mint az előző években. Viszont az elmúlt fél év történéseit azt gondolom nagyon jól mutatja, hogy amikor februárban elfogadtuk a költségvetést, akkor 32 millió forinttal tettük be a költségvetésbe a terményosztást. Jelenleg ez már majdnem 60 millió forint. Majdnem 60 millió forint. És természetesen ennek ellenére meg fogjuk tartani a terményosztást. Nem emeltünk árat, tehát továbbra is 500 forintért vehetik ezt igénybe a 60-iak, és nagyon remélem, hogy nagyon-nagyon sok családnak fogunk tudni segíteni ezzel a kedvezménnyel, ezzel az akcióval. Azért ennek vannak feltételei, hogy hozzájuthassanak. Milyen feltételeknek kell megfelelni? Mindenképpen 60 kártya kell, tehát 60-inak kell lenni, az elég egyértelmű, illetve 60-i lakcímkártya. Ahogy mondtam, nyugdíjas, gyermeket nevelő család és szociális ellátásban részesülő. Ezt ugyanúgy, mint az előző években, a kollégák ott a pultnál fogják ellenőrizni, és úgy lehet igénybe venni majd ezt a szolgáltatást. Nyilvánvaló, hogy semmiféle tartozása sem lehet az önkormányzat felé az ilyen személyeknek, igaz? Ez is egy feltétel. igen, természetesen, tehát köztartozás az nem lehet. De ahogy mondtam, a feltételek változatlanok, tehát ugyanúgy, ahogy az előző években, ugyanúgy lehet majd igénybe venni. Beszéljünk akkor erről a bizonyos inflációról, ami polgármester úrtól most elhangzott, mert hogy a terményosztás mennyivel volt betervezve, és mennyi lett most, hogy duplájára emelkedett a termények ára miatt. Nyilván a rezsi megint egy olyan történet, amely a napokban látott napvilágot, hogy augusztus 1-től éppen tegnaptól változtak, vagy változnak ezek az irányvonalak, az önkormányzatnak is jelentős többletterhet fog ez jelenteni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. És nagyon-nagyon sok családot az alapjaiban fog érinteni. Azt gondolom, hogy azok a számok, amelyek kijöttek, amelyek megjelentek, azok talán egy szigetelt panelházban tarthatóak. Családi házban már nem ennyire, még akkor sem, hogyha szigetelt a családi ház, ha pedig nem szigetelt, akkor végképp nem tarthatóak ezek a számok. És azok a táblázatok, amelyek kijöttek, azok rendkívül drasztikus intézkedéseket jelentenek. És azt gondolom, hogy nem csak az a probléma, hogy rendkívül magasak lettek az árak, hanem az is, hogy nincsen felkészülési idő. Nagyon, nagyon rövid idő alatt kell reagálni erre. És ennek kapcsán hozzám több észrevétel is eljutott, és egy személyes példát hagyd mondjak el. Szombaton volt Kecskés Attila atya ezüstmiséje. Távolabb parkoltunk a feleségemmel a templomtól, és gyalog mentünk a templomba, és pont egy idős hölgyel együtt mentünk a templomba. És a hölgy elmondta, hogy a 80-as években épült kertes házban lakik, egyedül van, és nem tudja, hogy miből fogja kifizetni a rezsiszámlákat. És tőlem kérdezte, hogy hogyan fogja kifizetni. Nem tudtam neki mit mondani. Tehát az, hogyha valaki eddig fizetett 30 ezer gázt, most pedig több mint 100 ezer forintot fog fizetni valamennyivel, nem tudom még, hogy mennyivel. Ez nagyon, nagyon nehéz kérdés. A másik komoly probléma ezzel kapcsolatosan azok a családok,
azt gondolom, ahol belőtték a családnak a költségvetését. Akartak egyről a kettőre jutni, nem tudom, lakást vettek, vagy házat vettek hitelre, pontosan beosztották, ennyit keres anya, ennyit keres apa, ennyi a törlesztő részletünk, ennyi a rezsi, ennyiből élünk. Nagyon nehéz helyzetbe kerültek most, akiknek be kell rakni még plusz 100-200 ezer forintot havonta, havi szinten. Semmiből feltételezhetően, mert nem honnan teremtene pluszt. És annak az idős hölgynek is én annyit tudtam mondani, hogy édesanyám hasonló helyzetben van, egyedül maradt 80-as években épült házban, eddig fizetett 7000 forint villanyszámlát és 31000 forint gáz általányt. A nyugdíjából ez nagyon szépen kijött, élt. Most a gázszámla az ugye nagyjából egy százassal több lesz, hát a nyugdíjának nagyjából a háromnegyede az a villany és a gázra menne el. És ugye már mi is többször megbeszéltük ezt a családba, és nagyon úgy néz ki, hogy édesanyám mondjuk télire valamelyik fiához költözik. Igen ám, csak hogy a hölgy is azt mondta, hogy ő nem tud sehova sem menni. Nem tud sehova sem költözni. Tehát igen, igen, ebben a szituációban azt gondolom, hogy az volt a helyes döntés, hogy a tűzijáték 60-ban, augusztus 20-án elmarad. Nagyon sok helyről rengeteg jelzés érkezett, hogy talán most nem, nincs olyan időszak, hogy a tűzijátékot megtartsuk, és 60-ban a tűzijáték most 800 ezer forintba került volna. Ebből a 800 ezer forintból létrehozunk egy irodát, ahol a rezsivel kapcsolatos kérdésekben próbálunk segíteni a 60-iaknak. Nyilvánvalóan ez nem tervező iroda. Tehát, hogyha valaki bejön és azt megkérdezi azt, hogy mennyi napelemet kell fölrakni a házra, abban nem tudunk segíteni. De abban igen, hogy milyen szigetelést kell fölrakni, mi a leghatékonyabb, hogyan kell szigetelni, hogyan alakítsa át a fűtést. És erre készülünk. Azért mondom, hogy készülünk, mert a kolléga, aki az irodában lesz, most van a továbbképzésem. Tehát most van neki egy továbbképzés, és amikor túl lesz rajta, akkor elindítjuk ezt a szolgáltatást. De én arra hívnám föl mindenkinek a figyelmét, és arra kérnék minden 60-it, hogy nézzék a híradásokat, lássák, hogy mit látnak, és próbálják meg azt értelmezni is, mert most nyár van, süt a nap, és kint 40 fok van, valamikor összejönnek az első rezsiszámlák, és azt kell, hogy mondjam, hogy a rezsiszámlák azok csak előfutárai annak a változásnak, amely mindannyiunk életét fogja érinteni a következő időszakban. Ugye eddig az önkormányzat nagyon keményen dolgozott azért, hogy abból a pénzből, amink van, és nagyon komoly döntéseket hoztunk, hogy abból a kis kevés pénzből, ami még megmaradt nálunk, amit nem vittek el, abból a beruházásunkat be tudjuk fejezni, abból a terményosztáshoz hozzá tudjuk tenni a pluszt, és még sorolhatnám, hogy mi mindenhez kell hozzátennünk a pluszt. De én azt gondolom, hogy a jövő évben ez még-még keményebb dolog lesz. Sokkal-sokkal rosszabb dolgok jönnek, mint amivel eddig találkoztunk. És ez a fajta változás most már nem csak az önkormányzat életét érinti, hanem az egyes emberek és az egyes családok életét is érintik. És azt gondolom, hogy nem abszurd dolog azt mondani, hogy el kell gondolkozni azon, hogy hogyan lehet spórolni, miket kell kihagyni az életből, hogyan kell tovább lépni, és hogy lássuk a következő 2-3 lépést, hogy valamilyen úton, módon ezt a krízist, ami egyébként nem egy fél év lesz, ezt nagyobb sérülések nélkül túléljük. Az messziről látszik, hogy az ország nagyon nehéz helyzetben van, Magyarország költségvetése nagyon nehéz helyzetben van. Ahhoz, hogy a forintot stabilizálni tudják, a kamatokat folyamatosan kell emelni, a megemelkedett kamatszint sokkal nagyobb finanszírozást igényel, az energiárak vágtáznak, az infláció vágtázik,
azt gondolom, hogy, és még egyszer arra kérek minden 60-i családot, családfőt, hogy fél évvel, egy évre próbáljanak meg előre gondolkozni és kidolgozni azokat a stratégiákat, amelyekkel stabilizálni fogják tudni a családok költségvetését. 60 városa a történelem folyamán már jó néhány esetben volt nehéz helyzetben. És ha csak visszagondolok az én alpolgármesteri időszakomra, akkor is azért jó néhány nehéz helyzetben voltunk, pláne az utóbbi időszakban. De ezeket a helyzeteket azért kellő kitartással, elszántsággal, előre gondolkodással, összefogással mindig meg tudtuk oldani. Azt gondolom, hogy az előttünk álló nagyon komoly akadályokat is összefogással, közösen együtt le fogjuk tudni győzni. Hát polgármester úr, ezzel az optimizmussal lendüljünk bele a következő időszakba, és köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen, viszontlátásra! Kedves nézőinek pedig a figyelmét köszönöm, legközelebb új adással jövő héten kedden jelentkezünk, addig is vigyázzanak egymásra, és önmagukra is további szép estét kívánok, viszontlátásra!